Bár most még idejét múlt korszerűtlen állapotban van, a közeljövőben megújul a szekszárdi ipari park ez a része. Ugyanis több mint 2 milliárd forint támogatást nyert a szekszárdi önkormányzat a területi és településfejlesztési operatív programban, ipari parkok, iparterületek fejlesztésére. A munkaterület átadásán Gyurkovics János alpolgármester elmondta, hogy a beruházásnak köszönhetően a közműhálózat korszerűsítése és kapacitás bővítése mellett raktárépületeket újítanak fel, és 4000 négyzetméteren újakat építenek. A megmaradó 6300 négyzetméter az teljes felújításra kerül, a energetikai szempontból úgy, hogy a mai kornak megfelelő állapotba lesz hozva. Mellette még itt az infrastruktúrában komoly fejlesztések lesznek. A beruházás egyik eleme a teljes belső úthálózat mentén kiépülő térvilágítási hálózat, amihez egy 13 kamerából álló vagyonvédelmi rendszer is kapcsolódik. A balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében az ipari parkban, ahol 27 vállalkozás, mintegy 500 főt foglalkoztat, új járdaszakasz is épül. Elektromos téren is komoly fejlesztések lesznek, a légkábelek helyett földkábelek lesznek kialakítva, trafó bővítések lesznek, ami itt a létesítményeknek a elektromos árammal való ellátását fogják biztosítani. A tervek szerint a kivitelezés 2022-ben fejeződik be.